egyes bölcselők szerint a paradicsomban mindenki a régi életét éli tovább. Aki nyomorék volt, az nyomorék marad, aki beteg volt, az beteg marad, aki éhezett, az pedig továbbra is éhezik. Miért cselekszenek így? Kényszeríti őket erre valaki? Senki. A megváltatlanok iránti részvétből. Nem akarnak addig bemenni, amíg egyetlen lélek is szenved. Viszont vannak bölcsek, akik megálltak a paradicsom kapuja előtt. Mert mindent el tudtak engedni, de a tudást, a bölcsességet, azt meg akarták tartani, azt nem tudták elengedni. Az ég 9 körből áll. Hold. Megint ő. Te. Jó. A hold, amely a föld körül kerik. Igen. Úgy. Igen. Vénusz. Jó. Merkur. Jupiter. Mars. A nap. A kristályég, illetve az álló csillagok és az ülő csillagok köréből. Na, de ülj. Várjatok, a nap nem mozog. A nap az csak így csinál. Igen. Te vagy a nap, aminek a fényét oly nehezen bírom, állom. Úgyhogy cseréljünk egy percet, ne haragudj. Jó, semmi van. Köszönöm. A nap körül mozognak a csillagok, és én vagyok a Szaturnusz, amely minden szent kört mozgat. Régebben a holdban a testvérgyilkos Káint látták hegedülni, manapság Szent Dávidot látjuk benne hegedülni, és előtte pedig a testvérgyilkos Káint görnyed benne. Azelőtt a fehér Jupiterben ott lobogott a fény, ahol a dicső lelkek laknak. A nap szomszédságában mozog a Merkur, ahol a jogos bosszú dicső hada székel. A Marson, ott végre békére lelnek a vértanúk, és a Szaturnusz után a kristályé következik, ahol mindent betölt a fény. Nyugodtan el lehet ide feküdni, mert innen nagyon-nagyon jól néz ki a panoráma. Ha esetleg valakinek lenne kedve. Kis bolygó, küstökösök. Írtam is erről egyszer egy verset. Csillagukba visszatérnek a lelkek, honnan a természet őket formának küldte, mikor éltek. És ez az elv lett rosszul értve, veszte az óvilágnak, mert Marsot, Jupitert, Merkurt miatt a Istennek nevezte. Miért is nem vagyunk azok? Most éppen bolygók vagytok. Az égben fent, minden helyéden. Bár a kegy özönje mindenhol másképp árad vagy dereng. Viszont a pokol az az örök szom, hol a szenvedés örök, mert időben létezik. Míg a mennyországban a szom megszűnik, hisz nincs idő, csak a folyó jelen, csak a folyó jelen, csak a folyó jelen. Egy pillanat akár 1 milliárd esztendő is lehet. Mennyi? 1 milliárd. A hegy tetején egy nő ül. Nem alszik, meditál. Arca szép és tiszta. Alatta országok és tengerek, hegyek és síkságok, falvak és városok, és eszevezetten nyüzsgő emberek loholnak ki a házakból. Tudálnak, vezetnek, esznek, isznak, szeretkeznek. Hát a tevékeny tudatlanság. Van még egy kör. Az örökké lázadók köre. Ők az örök ismétlés ellen lázadtak fel. Nyugodtan beszélhettek. Köszönöm. El is mehettek, és beszélhettek. Ameddig akartok, addig mehettek, és beszélhettek. Ajrá, sőt, így őzzed. Hát erről beszéltem.
Önök viszont tartsanak velem. Tömörüljünk össze, álljunk ide fel, és menjünk, induljunk el le a hegy oldalán. Én egyszer, amikor másfél éves voltam, akkor a szüleim akkor építették a balatoni villájukat, Balatonmária alsó. A nagypapám kezdte el, és a szüleim fejezték be. Viszont még nem volt kész az erkély, amikor én oda kerültem először, másfél éves koromba, csak a beton része volt meg. És lenne az erkély alatt már oda volt készítve a hűtő, a bútorok, amiket hoztunk be a házba. Anyukám betette az ágyat a nővéremmel, én meg még csak mászni tudtam, de kimásztam az erkélyre, és lezuhantam. És kiplaccsantam a hűtőnek a tetejére. A szüleim nagyon megijedtek, azonnal kórházba vittek, Miskolcra. Ott pedig aznap véletlenül egy kislány disznóvágáson leforráztak, harmadfokon, de teljesen az egész testét. És a szüleimnek az ő információit adták meg én rólam, és mondták, hogy nagyon-nagyon súlyos az állapotom, és hogy nem biztos, hogy meg fogom élni a másnap reggelt. De én eközben, amikor ez a mondat elhangzott, már a gyerekosztályon játszottam a nővérekkel. A második az 9 éves koromban történt, akkor engedtek el a szüleim először nélkülük, szülői felügyelet nélkül Németországba, Berlinbe, és oda a nővéremmel mentem, és Németország legnagyobb vidámparkjába vittek el, a Spree parkba, amit a Spree folyó szel ketté. Tömörüljünk közben ide előre össze együtt. És esett az eső, én egész nap a vízihullámvasúttal szerettem volna menni, ott egy ilyen mesterséges hegy tetejére kellett felmászni, és ott olyanok voltak ezek a csónakok, hogy így jöttek, de nem álltak meg, hanem csak így automatikusan lelassítottak, és így be kellett ugrani. És én már reggel 9 óta ott voltam a Vidán Parkban, este 6 lett, mire odaértünk, mert teljesen jazzbe voltam, nekiállt esni az eső, ilyen gumipadló volt, és én kapásból megcsúsztam, és beleestem a vízbe, a Spree folyóba, és jöttek a vízi hullámvasút szerelvények. Ahhoz, hogy azt a rendszert leállítsák, ahhoz az egész Vidán Park rendszerét le kellett volna állítani, de erre nem volt idő, úgyhogy szóltak a precíz német tűzoltóknak, akik engem precízen kivágtak és kiszedtek, de akkor én már nem voltam, vagy nem tudom, hogy hol voltam, mert újraélesztettek, hullafehér volt az arcom, lila volt a szám, és én másnap nem ébredtem fel, aztán megint nem ébredtem fel, és 4 napig aludtam, és azt hitték, hogy kómában fogok maradni, de az 5. napon felébredtem gépekre kötve, a baloldali tüdőlebenyem bevérzett, és az volt az első gondolatom, hogy bepisíltem, mert én még ilyen szuper kórházban nem voltam, mert vízágyban voltam. És így nem értettem ezt az egészet, és németül beszéltem egy napig. A harmadik, az valahol odabent van, úgyhogy ha kíváncsiak rá, akkor jöjjenek utánam, fáradjanak nyugodtan be, és itt elől tömörüljünk össze. Nem kell félni. Csak nem nagyon menjünk át a tér ronda körmök. Tanácsul az itt a városának. Ezt dugjátok le! Zita. Ez kitűnő hely. Csalott mindenki. Pénzét még a nemzőséget csinálnak. Itt nincsen szent kép. Más a fürdés, mint a szerkióban.
Ha nem kívánod hordaidat, maradj csak tovább a szurok folyóban. Én te, a fejed üsbe, ki meddig nem muszáj, ki nem kacsik. Nyughass már, te kampos! Az az egy lépjen már elő. A többit nem bánom széttépheti, de kosztán. Ha? Ki vállalja? Melyik vállalja? Ha? Na! Lépjen ki! Nem eső, nem alul. A bátorsággal szemben. Ezért lesz később. Akarok, hogy hátban jól megcsapjam őket! Hát az jobb lehet! Tukasszatok már! Csendeljen már! Csend! Az az egy lépjen már elő! Ubejzat krizat nis. Ubejzat krizat nis. Ubejzat krizat nis. Ubejzat krizat nis. Ubej. Akkor tehát
Olyan álmodozva jártam. Nem is tudom, hogyan kerültem arra, csak a jó útról valahogy leszálltam. De mikor rábukkantam egy hegyalra, hol véget ért a völgy, mély, mint a pince. Felébredt lelkem aggodalmat. A hegyre néztem, s láttam, hogy gerince már a csillag fényébe öltözött, mely másnak drága vezetője, kincse. Így bátorságom, hogy visszajött. Egy távol volt szívemből teljes éjjel. Már egy fáradt testemet is jött kifújva. Megint megindulék a puszta lejtő. Mindig alsóbb lábon feszült be súlyra. Fém, amint meredni kezd a lejtőm, fürge könnyű fáduc tűnt elémbe, s nem tért el utamból tartottéka. Na! Jaj! Oké. A félem megint baláncolt. Feltűnvén egy oroszlán. Ének vézna teste, terhesnek tűnt föl minden céd a vágyjal. Emiatt ő már annyi népet veszte. Megbénított. Olyan bénasággal, hogy elveszíteném a magasság reményét. És még így én távol a napvilágtól tépődtem. Én valakit néha látnék. Reketnek tűnt fölhosszú némaságtól. Akárki vagy. Igaz ember? Vagy árnyék? Nem ember. Ebben már rége voltam. Szüleim Mantovában mind a ketten lombárdok voltak. De én már rég megvoltam. Bár későcskén Sub Julius születtem. Jó augusztus alatt Rómában éltem, így én a régi hazug istenekben. Költő Valék! Versben elregéltem, mint menekült, míg nagy Írion égett, ám kízzünk Jánbor magzatja az éven. Az hát van. Vergilius. Az önök Vergilius. Vergilius. Néntek éppen vagy te régen. Te vagy csupán, kitől örökbe kaptam a zengzetes szót, mely a büszkeségem. Látod, előtte milyen szörnyű ott van. Védj engem. Védj engem, édes bölcs. Mert szembe szállni. Más úton kell megjárni, ha nem akarsz szabad bőtben megállni. Úgy hiszem, javadra várhat, ha követsz most. Most az én vezetésem utat neked az örök helyre tárult. Ha elszorulsz majd annyi szenvedésen,
látása keserves antik ágya, és az új halált kívánó bús nyelése. Onnan azokhoz mész, akik bízva várnak a tűzben is, mert egykor, úgy remélik bármikor, a boldog seregbe szállnak. Ha te is vágysz felhágni majd az égig, lesz egy lélek, ki méltatnám arra. Vélehagylak, nem kísérhetlek végig. Te megélted, hogy Szilviusnak őse, még mint romlandó testnek viselője lett, halhatatlan dolgok ismerőse, de... hogy menjek? Engemet kihít le. Jó. Elmondom hát, mit hallottam, ami rád írt, hogy megsajnáltalak, s idejöttem. Lebegült közt voltam mostanáig, s egy üdvözült hölgy szólított. Felépült. Oly szép, hogy kértem parancsoljon a bálint. Félek, hogy tévegésben oly zavart már, azután, amit hallék az égben róla, hogy segítségre vágyom késve hajt már. Menj, amit csak áll az éges szóra, menj. Amivel csak mentséget remélhet, segítsd, s szívem légy vigasztalom. Beatrice vagyok, kimenni kérlek. Jöttem, ahova vágyom visszahívni. Szerelem hitles teszi, hogy leszéljek. Gyakran foglak majd tégedet dicsérni, mindig, ha az Úrelébe térek. Elének, hölgye! Kinek egy erényet teszi, hogy fajunk fölülmúlja minden tartalmát az ég legszűkebb körének. A parancs, hogy oly gyönyörnek tekintem, hogy itt már későnek tetszenék a kész. Szükség arról többet beszélni nincsen. Engem az Isten, övé a dicséret, úgy alkotott, hogy kínotok nem érzem, s lángotok hozzám közel sem férhet. Szent hölgyül fönnyen. Ki a szenvedésen, amelyhez küldök, oly szánalmat érez, hogy részt ütött az ordon végezésen. Így szólt. Dominus Obiscum. Beatrice, Isten gyermeke. Hát miért nem segíted azt, ki így szeret? Miattad rá se néz a léha népre. Nem hallod, amit sír a keserüket. Nem látod, hogy zordval áll a hullámban, mert hagyott a tenyeket. Mi van? Ismerte az öcsét. És? Látja, hogy nem. Nos hát, mi lesz? Miért állsz itt? Migától? Miért egy szívedben gyávaság a féreg? Miért nem vagy merdőszakadott, tetrebátor? Miután én, hölgyek, tiszta lelke gondolnak rád, menjen udvarában, s én szavaimmal annyi jót ígérek! Na! Te itt szolgál! Rondatlan kis terhét! Kinyitok ezek a másik híteket, hogy minden földnek még itt fekszik átján!
megfelelni ezek a népek. Az angyalok, ti fellázadni féltek, de hívek sem voltak. Tört magukra voltak. Lelkükben nincs se erény, se vétek. Az ég elüsztes itten kóborulnak, mert őket még a pokol is szégyenelte. Mert keletek sem égnek, sem pokolnak. Vaknapjaik oly szürkén stengve telnek, sajniuk lehetetlen délibáb, hogy bármely más sorsot irigyelnek. Nem az én dolgom. Nem vagyok én Isten, hogy mindenkinek megbocsássak. Nem az én dolgom. Majd ő megmondja. Nem vagyok én Isten, hogy mindenkinek megbocsássak. Majd ő megmondja. Nem vagyok én Isten, hogy mindenkinek megbocsássak. Majd te meg. Nem vagyok én Isten, hogy mindenkinek. Jöjjenek onnan! Gyorsan, gyorsan! El onnan el! Csak el, ringd meg én! Imádat! Jaj, nektek hitvány lelkek! Jöttem, hogy a vízen átkísérjek. Tűzbe, fagyba, örök sötétbe mélyen. Isten hozott. Ez az élő testű. Ez meg mit keresi? Szűz már el. Mari? Aztán. De szép fogyász. Életművel. Életművel. Mi vagy? Ügynök? Író. Híres író. Kurva híres író. Vagy híres kurva. Na! Ismertetem a házi rendet. Különös tekintettel rád, élőtestű. Nevem Károly. Aki még nem látta leírva, itt van, meg lehet nézni. Elég sokan el szokták rontani. CH-val van az elején. A pokol területén, nagyon sajnáljuk, alkohol nincs. Útbaigazítást nem adunk. Pénzváltás nincs. Alku nincs. Marhahús nincs. Lovakról beszélni tilos. Ételt italt behozni tilos. Hosszú ideig üldögélni. Tilos. Hangosan beszélni tilos. Zenét kérni szintén tilos. Minden dalt a főnök ízlése szerint állítottunk össze. Menekülési útvonal. Nincs. Nem akarok meghalni! Csak 22 hely vagyok! Kus legyen! Itt van lelket! Gépház! Mindig! Én dohányozni! Itt jó! Leállunk! Most leszállunk innen a lakvilágba. Menjünk! Késés az utat növeszti! Semmi gétek nem volt szívünkben, ám de a kereszténység előtt születtek. Isten, nem törvény szerint imádták. Én is tagja vagyok a seregeknek. Hogy mesterem, kifutott és nem volt kiúszni? Akár maga, akár más érdemében? Nem sokkal tudok, hogy idejöttem, kiterült Éva, Ádám, ős. Ádám, Soha én akármilyen!
Ázsiákkal, és sok más, ki mind a mennybe megy be, és előttük végez feltárom a néket. Teremtett lélek nem jutott a kedve. Ez itt Homérosz, főtök legmagasabbja. Kunyos Horácius után a névleg, Pythagorasz, Tomidius, Lukánusz távolabbra. Itt látom őre a tudók vezérét, Pláton. Megkérjük Homéroszt is, hogy a mi költőket ne haragudjanak, ha az ilyen jellegű részleteket mellőzzük, nem mintha nem lennének költőiek, hogy behízelőek a sokaság fülének, ám éppen azért, mert költőiek, annál kevésbé szabad hallgatni ifjaiknak és a férfiaknak, akiknek szabadoknak kell lenniük, és a halálnál jobban félniük a szolgaságtól. Ugye akkor az ezzel kapcsolatos szörnyűséges és borzasztó neveket is mellőznünk kell, mint például a Styx folyót, a föld alatt a vértelent és más ilyen jellegű neveket, amelyek végképp megriasztják a hallgatóságot. Megkérjük, hogy az iszonyú költünket, ha arra tudja, hogy a ilyen részleteket megkérjük. Megkérjük, hogy miért az iszonyú költünket. Ez? Ez ki? Ez egy úgy ostorod, ez szennyes ölvény. Ez Semiramis. Amikor idejött még férfival volt, de kevés volt még. Aztán szerzett egy gorillát. Azzal elég sokáig bírta. Később bikával közösül. Most zöldöre van. Ha ez sokáig így tart, elefántot fog kívánni. A napos népen honfitársa volt a városok népének, mert telve irítséggel, már kész a csortulásra. Előttetek csak jó nevet viseltem. Parancsák sáros bűne gyakorlat, azért a mértéktelenek körében. Szerintem folyton csak a kezét tördeni és mondom. Előtte robbathalóban kenyér, kolbász, haver, vagy ökör, szalonna, minden szállszága ingyen, és közben mondott, mit csinál? Éhez! Éhez gondolom! Éhez!
Miből áll elég? Melyet a sírok nevet neki? Melyik nyögése? Tájos sóhajtása? Retélte? Meg annyi főre ütnek. S nyár! Minden szektor. Egy sírokban megjeli zsák a földját. Töpkenesen lány izzó nyelve nyalván. De nézd! Nézd a völgybe le! Már láthatod vérpatak folyását, melyben forva nyög, ki erőszakkal bántja a földi társát. Csupa zsarnok, ki nagy vagyont rabolt, s vérbe fürde. Itt a gyötrök, meggyötörve bajlott. És észreveheted, ha megvigyázod, hogy amint a vér, erre mind sekélye, amott tovább, mindig mélyebbre mélyed. Minél nagyobb a bűne, annál mélyebben áll a vérbe. És mit csinál? Parancsolnak, de senki nem engedelmeskedik. Helyed ma gajat jössz, meglátod azonnal. Higgyek a szememnek, fiam! Ja.
mindig a szívembe vésve volt a atyai képét. Amelyen nyelvenszerűen, amit tanított ott fönn a földi korban, hogy örökíti meg magát az emberek. És azt illik, hogy erre a kérdési sírva, amik rám nem volna a sírva szembe. Talán... Kérem. Majd beszéljünk. Szeretes után. Egyedül meg. Itt lenn meg magamat, vödőrben. S a többi pápát!